Megyénk egyik leghátrányosabb kistérségének szinte valamennyi településén új buszmegállókban várhatják a lakosok a tömegközlekedési járműveket. A közösségi közlekedés fejlesztése egészségesebbé, biztonságosabbá, stabilabbá teszi a közösségi közlekedést, ezáltal a térségi kapcsolatok és az elérhetőségek javulnak. A projekt záron valamennyi érintett település képviselője polgármestere részt vett, a beruházásról pedig kiadvány is készült. A záró rendezvényen elmondták, a nyírbátori kistérségben már évek óta esedékes volt a fejlesztés. A 149 millió forintos projekt most fejeződött be. 45 ezer embernek szolgáljuk a kényelmét ezáltal. Teremtől Nyír Mihályig, Nyír Gyulajtól Penészlekig. Minden településen legalább két buszmegálló, buszváró épült meg a korszínvonalának megfelelő technológiával és magyar anyagokból. Az új buszvárókon tábla jelzi, az esetleges rongálók vagy plakátragasztók ellen az önkormányzatok eljárást indítanak. A projekt záró után az infrastruktúráért felelős államtitkár és a társulás elnöke adott át egy nyírbátori buszvárót. A kormánynak kiemelt céljai közé tartozik a vidéki Magyarországnak a felemelése, ami ilyen beruházásokkal is megvalósulhat, és hát ezt szeretnénk kifejezni, hogy fontosnak tartjuk, ezekre a célokra az új Széchenyi terv forrásokat biztosít, és örülünk minden olyan kezdeményezésnek, ahol az önerőt hozzáteszik a helyiek, és sikeresen pályáznak. Az infrastruktúráért felelős államtitkár arról is tájékoztatott, a kormány országosan 77 közlekedésfejlesztési projektet kezel kiemelten. Ezzel a beruházások gyorsabban, egyszerűbb engedélyezési eljárásban valósulnak meg, hozzátette, ez Szabolcs-Szatmár-Bereget is érinti, Vásárosnaménynál, valamint a román-magyar határ mentén.